Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma ezt a kötésmintát szeretném megmutatni. Ez a munka színe, de ha elfordítom, így is nagyon jól mutat, tehát így is lehet használni, alkalmazni. Ez a visszája. És ez pedig így néz ki elfordítva. Mégis oszlopos mintát kapunk, szinte ilyen cső mintázatnak tűnik. Három többszöröse plusz a két szélszám, amit fel kell szednünk a tűre, és 8 sorból áll a minta. Lássuk. Első sor. A szélszemet leemelem, majd jön egy ráhajtás. A következő három szemet pedig itt hátul összekötöm. Tehát beszúrok előről, és mind a hármat lekötöm. Tehát egy ráhajtás, és három szemet összekötök. És ezt kell a sor végéig ismételni. Második sor, a szélszemet emelem, a következő szemet fordítottan kötöm le, de nagy módra, tehát nem itt felül hurkolom a szálat, hanem így alul. Aztán jön egy ráhajtás, majd az előző sor ráhajtását a simán lekötöm. Tehát egy fordított, nagyisan, ráhajtás, és egy sima a sor végéig. Harmadik sor. Első szem fordított, nagy módra. Második, szintén. És a harmadik pedig egy nagy módra kötött, sima. Tehát hátul hurkoljuk a fonalunkat. Tehát egy fordított, még egy fordított, és egy sima a sorrend. Negyedik sor, egy fordított, majd két sima a hátsó szába. Egy fordított, és két sima. Az ötödik sor, itt csak sima szemeket kötünk, de attól függően változik, hogy úgymond idézőjelben rendes simát kötünk, vagy nagy is simát, hogy hogy állnak a szemeknek a szálai. Tehát az első, azt előről, a másodikat szintén, a harmadikat viszont a hátsó szálba kötjük le simán. Tehát sima, sima, és egy sima, ahogy állnak a szálak. A hatodik sor jön, itt végig fordított szemeket kötünk. A hetedik sor, itt végig sima szemeket kötünk, de szintén az szerint, hogy állnak a szemek lábai, tehát a hátsó szálba. Jön az összes sima. A befejező 8. sor jön. Itt is simákat kötünk, de előről.